Köszöntelek az Úr Jézus nevében nagyon-nagyon sok szeretettel. Bízom abban, hogy érzitek, hogy egy fantasztikus helyen vagy ma este. Úgyhogy adjunk az Úrnak egy vidám és egy nagyterű tapsot. Jó dolog dicsérni az Urat. És ahogy így köszöntjük az Urat, kérlek, hogy egymást is köszöntsétek. Őszinte, tisztelettel és szeretettel. Fejezd ki a szomszédod iránt a tiszteletedet, és mondd el neki, hogy milyen jó, hogy itt van. Nem zavar. Szólok majd. Jó teszi. Nagyon jó a meleg. Halleluja. Halleluja. Külön szeretettel köszöntjük azokat, akik először vagytok a körünkben. Isten hozott egy nagy tapsal. Jó helyen vagytok ma. És az a kérésem az Istentől, hogy nagyon áldjon meg téged az Úr a mai napon. Mielőtt az igé tanulmányozásába kezdenénk, csupán egy-két fontos hirdetést szeretnék még megerősíteni. Lassan az év végéhez közeledünk, és az évvégi rendezvényeinket szeretném külön is kiemelni. Karácsony előtti szombaton lesz egy ünnepi összevetelünk. Ha jól tudom, az egy nagyszerű koncertsorozat lesz. Azt, ha jól emlékszek, az 22-e szombat, december. És kérlek benneteket, hogy már most készüljetek, ismerősöket. A gyerekek is fel fognak lépni, az ifjak is fel fognak lépni. És egy nagyon kedves művésznőt hívtunk meg, akit ti is ismertek. Maradjon meglepetés. 23-án viszont egy egyedülálló összevetel lesz, eddig még ilyen nem volt, 60 plusz. Azok, akik betöltötték a 60 évet, vagy a házastársuk betöltötte a 60 évet, várjuk szeretettel vasárnap délután 4 órára, tehát ez karácsony előtti nap lesz, karácsony szombata előtti nap, csak mivel vasárnap kihasználjuk, hívhattok vendégeket, barátokat, csak az a kérésem, hogy Szabó Sándor és Szabó Gyöngyi itt vannak-e, nem tudom, itt vannak-e. Itt vannak, kérlek, tapsoljátok meg, ha már felállt. Gyöngyi, jelentkezzetek a Gyöngyinél, mert szeretnénk egy vendégszeretetre is meghívni benneteket itt egy oldalsó csarnokban, és hogy tudjuk, hogy mennyi, tudjuk, hogy már ebben a korban nem esztek annyit, mint a 20 évesek, de azért szeretnénk, ha nagyon jól éreznétek magatokat ilyen módon is. Fontosnak tartom, hogy minden korosztály jól érezze magát ebben a gyülekezetben. Fiatalok is, ifjak is, és az érettebb korúak is, nagyon nagy szükség van rájuk. Nevettek sokan, de tudjátok, erre csak egy viccet eszembe száll fel, nagyon nehezen száll fel a mama a buszra, és mondja mellett egy megszól a két fiatal egymáshoz, te, már nem találják fel azt a sprét, befújnak, vége, hallja a mamas, mondja, ne, nyugodj meg, fiam, mire megöregszel, kitalálják. Szóval ne nézed le az időseket, nem is hiszed el, milyen hamar leszel 60 éves. Képzeljétek el, hogy ebben az évben én is az leszek, ami következik ebben. Én is a 60-ban vagyok. Nem mond nagy öröm. Kicsit örül is az ember neki. Persze örülök, hogy kibírtam eddig. De tényleg hamarabb eljött, mint gondoltam. Na de nem nosztalgiázzunk, mert van itt ma már bőven elég más dolgunk. A heteknek van egy fontos cikke, és ezért szeretném bemutatni. Mi a baj a liberális kereszténységgel? Nagyon megrázó cikk van bennem, több is biztosan nagyon jó, ezt erre felfigyeltem már a napokban én is.
Mert úgy gondolom, hogy az valamilyen módon a kereszténység is lassan befordul egy választóvölgybe. Lesznek olyanok, akik megszentelődnek az utolsó időben, és lesznek olyanok, akik pedig egy rossz irányt vesznek fel, keresztényként is. És én úgy gondolom, hogy a liberális kereszténység az a vonal, ami rossz. Úgyhogy azért érdemes, hogy már most készüljünk fel. Azt mondja az ige, szereted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Ezért felkent téged az Isten az örömnek az olajával. Hiszem, hogy érdemes az Urat tiszta szívből szolgálni egyenesen és a Szentírás alapján. Nem kell abból kivenni semmit, nem kell abból kicsavarni semmit. És ez a mai prédikációm, ha nagyon szorosan függ össze, netfüggő gyerekek. Nagyon-nagyon jó könyvebe beleolvastam, nem olvastam egészen ki, de elolvastam jó részt. Szülőknek ajánlom elsősorban, mert a tiltással nem mész semmire. Az a helyzet, hogy a jelenleg a informatikus eszközök, telefon, táblagép, stb. Az ő agyukra és karakterükre van eltervezve. Annyira profin értik magukat, hogy te kell iparkodj, hogy azt iramot bírjad utánok. És ha nem kapnak megfelelő alternatívát, nem tudod őket leválasztani. De hiszem azt, hogy nem diabolikus az internet, nem az internettel van baj, nem a táblagéppel vagy a telefonnal, hanem azzal, ha azt nem jól használják. És ezt meg kell tanítani nekik, minél előbb. És még záradékül a reklámot bezárom ezzel. Aragy könyv, ha jól emlékszem, ez az, amiről múltkor is reklámoztam, hogy az új fordítású, tehát a Szent Pál fordítása alapján van a történetek leegyezve, nagyon olvasmányos és nagyon színvonalas. Ajánlom a figyelmetekbe, karácsonyra minden gyereknek az otthonában jó. Sőt, még ha nagy tata vagy, akkor is jó, ha otthon van, mert jönnek a gyerekek és kell történetet mondjál nekik. Érdekes, hogy mennyire igénylik a gyerekek, hogy mondjál mesét nekik. És ez állítólag fejleszti a képzeletüket. Sőt, most még több mindent fogok erről mondani. A mai prédikáció egy nagyon különleges prédikáció lesz. Elmondom nektek, hogy körülbelül 30 éve készülök erre a prédikációra. A feleségem a tanulja, hogy hónapok óta beszélek már otthon is róla. Körülbelül 30 év tapasztalatát gyűjtöttem össze, tehát amiről ma beszélni fogok, ez nem valakinek az életéről szól, ez rólunk szól. Abba bízok, hogy senki nem fog lesz olyan, aki nem lesz érintett benne, mert ez a célom. Az ige akkor jó, ha eltalál bennünket. Ugyanakkor meg nagyon megdöbbentő dolgokat is fogok mondani, bízom abban, hogy ezzel elősegítelek benneteket, hogy felismerjük azokat az akadályokat, amik hónapok, évek vagy akár évtizedek óta gátolnak abban, hogy átvegyük azokat az áldásokat, amiket Isten nekünk szerzett, rendelt, vagy hogy azon az életszínvonalon, a szellemi életszínvonalon éljünk és járunk, amit ő tervezett nekünk. A mai prédikációm egy jelentős része ígére alapul, egy másik része tapasztalatra alapul, olyanokat is fogok mondani, amit nem fogok bebizonyítani a Bibliából. Tehát, hogyha valaki vitatkozni akar velem, azt nyugodtan megteheti, nem sértődök meg. De egy részének máshonnan is utána olvastam. De hiszem, hogy az is, amit nem fogok bebizonyítani, mert nagyon sok idő lenne, és nagyon szeretném, hogyha a türelmetekkel ne éljek vissza. Ha valamivel nem értesz egyet, akkor nem kell egyből megharagudni. Te nem értesz egyet. Mi a probléma? Talán majd egyet fogunk érteni. De kérlek, hogy nyitott szívvel hallgassátok, és készüljetek arra, hogy az Isten megváltoztatja az életedet ma. Hidd el, meggyőződésem. Engem megváltoztatott ez az üzenet, és ezek a felismerések, és ezért vagyok reményteljes, hogy benneteket is ezt meg fog érinteni, rémélteket meg fog sokkolni, de hiszem, hogy meg fog gyógyítani az ír. Mert ő az, aki megsebez, de be is kötöz. Előre bocsájtom, hogy senkit nem szeretnék megsérteni vagy megbántani. Soha nem azért jövök a gyülekezetben, hanem
tiszta szívvel vagyok felétek, hogy segítsek, hogy sokkal jobb, minőségibb keresztény életet tudjunk mindannyian élni. Sikeresebbek legyetek. És már itt elkezdeném az üzenetnek a lényegét, hogy Isten akarata az, hogy sikeres legyünk itt a Földön is. Most gondolj bele, te lennél az Isten a mennybe. És azt mondta, hogy vannak a gyermekeid. Nem tennél meg mindent, hogy büszke lehess rájuk? Nem tennél mindent annak érdekében, hogy jól legyen nekik sorsuk? Mégis azt gondolom, hogy ha szétnézünk úgy a keresztény világban, valami nem stimmel. Valahogy mégsem azon a szinten élnek, és nem úgy élnek a keresztények jelentős része, ahogy kéne. Most itt gondolok a házas életükre, gondolok az anyagi életükre, vagy akár a szellemi növekedésre is. És itt különösen azt ragadnám meg, hogy Isten akarata, hogy boldog ember legyél. Boldog. Mert azt mondja a zsidókhoz írt levélben az ige, hogy az Úr bennünket bevezetette az ő szombatjába, de eredetében a sabbat van, az azt jelenti, hogy a boldogságban, a békességben, a megnyugvásban, a kiteljesedésben. Ezzel ellentétben azt látjuk, hogy nagyon sok keresztény számára valahogy szinte mindig elérhető. Na, majdnem sikerül, de valahogy mindig valami ott közbe jön. És remélem, hogy ez ma segíteni fog nekünk, ez az üzenet, hogy helyre tegyünk dolgokat. Vedd fel a telefon nyugodtan, minél hamarabb, annál hamarabb megusszuk mi. Egy ismerős igerésszel indítanék, a Bírák könyve 13. rész, 5. verse. Sámson születésének a bejelentését olvasom. Mert íme terhes leszel, és fiat szülsz, és beret van, ne érintse annak a fejét, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Elolvasom a 16. rész 21. versét is. De a filiszteusok megfogták őt, és kiszúrták szemeit, levezették őt Gázába, és őt megkötözték két vaslánccal, és örölnie kellett a fogházban. Felolvastam Sámson életének a projektjét, és felolvastam Sámson élettörténetét. Nem rettenetes, nem drámai, nem tragikus, hogy Isten azt tervezte Sámsonról, hogy ő lesz, aki megszabadítja Izraelt, akiben az Isten akaratát be tudja teljesíteni, akin keresztül az ő hatalmas szabadítása fog működni. Amikor pedig felolvassuk az életét, azt látjuk, hogy dráma, tragédia, csőd. És egy olyan emberről beszélünk, akinek a születését angyal jelentette be, születésétől, pillanatától Isten természet feletti ereje rajta volt, kitűnő képességekkel bírt, és mégis a valóságban azt látjuk, hogy messze menően nem az életpályát futotta be, hanem mondhatnánk szinte az ellenpólust, teljesen kudarc, vereség, szégyen, megszégyenülés és megaláztatás volt az élete. Az ellenség malmát őrölte. Téged Isten nem arra hívott el, hogy az ellenség malmát örölt, hanem arra, hogy győztes légy, arra, hogy sikeres légy, arra, hogy áldott légy. Ez az Isten akarata. És meggyőződésem az, hogy minden ember számára a mennyben van egy terv. És az a terv csodálatos, az jó, az tökéletes. És abban az van benne, hogy te sikeres légy, áldott légy, egészséges légy, boldog légy. Boldog legyen a házasságban, boldog legyél az anyagi életben, egészséges, erős és sikeres légy. Mindannyiunk számára Isten jót tartogat, mondja az ige. Ezzel ellentétben viszont azt látjuk, hogy Sámson tragikusan mellé nem azt az életet élte. És az a baj, hogy nem csak Sámsonra igaz ez. Az a baj, hogy nem csak akkor volt ilyen probléma, hanem ez ma is így van. Mi volt az oka szerintetek, hogy Sámson nem azt az életet és azt a pályát futotta be, amit kellett volna?
Elment róla a kenet? Nem. Mert igazából a kenet az élete végén is rajta visszajött. Hát Delina ölébe vesztette el a kenetet, de addig már nagyon nagy kálváriát megfutott. Tehát nem a kenet hagyta, nem Isten hagyta el. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy azért nem sikeres, mert az Isten elhagyta őt. Szokták és mondani, hol az Isten? Nem az Isten hagyja. Az Isten hűséges Isten. Ő akkor sem hagy el, ha minden ember elhagyna. Ha apád és anyád elfeledkezne te rólad, mondja az Úr, én te rólad el nem feledkezem. Tehát nem az Isten hibája. Ne Isten hibáztasd, ha nem azon a pályán vagy, amit szeretnéd. Nem az Isten hibája. Fizikailag elvesztette a képességeit? Nem. Egy erős ember volt. Hanem az ő nagy problémája a lelkében volt. Egész életében megfigyelhetjük, hogy a reakciói, bizonyos helyzetre való reflekciói torzak, tévesek, és néha túlozottak voltak. És meggyőződésem, hogy az ő probléma az, hogy eltorzult jelleme volt. Az ő karaktere el volt torzulva. És az eltorzult jelleme gátolta őt meg abban, hogy befussa a pályát. És ezt azért mondom nektek, mert azt mindannyian tudjuk, hogy a bűn nagyon nagy baj, és nagyon nagy akadály abban, hogy az ember befussa a pályát. De szeretném elmondani, hogy ha az ember jellemében beépülnek torzulások, akkor is meggátolják teljesen abban, hogy befussa azt a pályát, amit az Isten kijelölt neki. És be fogom nektek bizonyítani a Bibliából ezt. Olvasunk egy-két igét. Úgy folytatódik ez a történet, hogy most csak emellek egy-egy részletet az életéből, mert az egész Bírák könyvét most nem olvashatjuk fel. A 14. rész 3. versétől olvasok két verset részből. Az esküvőt olvassuk fel, és mondta neki az ő atya és anyja, hát nincsen a te atyád féljenek és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmész, hogy feleséget vigy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának, őt vegyed nekem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. 19. vers pedig, ekkor felindítá őt az Úrnak szelleme, és elment Askelonba, és megölt közöttük 30 férfiút, elvette ruhájukat, és azoknak adta ez öltöző ruhákat, akik találós mesét megoldották. És most figyelem, és felgerjedt haragjában elment az ő atyának házához. Tudjátok, milyen epizódot olvastam fel? Egy mennyegzőt. Na most gondold el. Nem furcsa? Itt már látjuk, hogy a jellemében valami torzulás van. Mert ő mondja az apjának és anyjának, hogy nagyon szeretem ezt a nőt, szeretem. Hát ez örülünk, oké. És a saját esküvéről elszökik. Elfut. A vőlegény kézeteken nem a mennyasszonyt lopták el, a vőlegény menekült el. Nem furcsa? De ez is egy profétikus kép. Miért? És az annyira csodálatos a Biblia. Jézus is a szolgálatát hol kezdte? Mennyegzőn. Miért? Mert a házasság az a terület az ember életének, ami felszínre hozza azokat, ami addig egyáltalán nem látszott. Már mondtam valakinek, hogy szerintem három személynek lesz hálás a mennyben. Ha bejutsz a mennybe, három embernek leszel hálás. Először is Jézus Krisztusnak, hogy meghalt értünk. Ámen. Szerintem hálás leszel nekem is, hogy prédikáltam itt a órákon át. És tudod, kinek leszel még hálás? A házastársadnak, mert ő segített be téged a mennybe. Rengeteg bűnét, hát igazából soha nem tudtad, van a mondás, soha nem tudtad volna meg, hogy mennyi hibád van, ha nem nősülsz meg. De hogy lehet megtérni abból, amit nem ismersz? Sehogy. A házasság az az intézmény, ami kifordítja az embert. Nyilvánvalóvá tesz rengeteg problémát, de rengeteg torzulást is, és
ebből meg tudsz gyógyulni ebből. Tehát ne úgy tekints a házasságodra, mint csapásra, hanem úgy tekints a házasságodra, mint az élet legnagyobb vizsgájára. Itt derül ki, hogy mi vagyunk és kik vagyunk. És minden torzulás egyből kiderül a házasságban. Sámson életéről nem találtál különösebbet, és sok ember van így, hogy amíg nem megy férhez, nem nősül meg, semmi különös nem veszel észre rajta. Eskő után egy héttel már látod az arcán el van torzulva. Mi van? Hát megnősült ő is. Ja. Ki hoz az emberből? Az nem probléma, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Tudjátok, Pista bácsit megkérdezik, hogy Pista bátyám, milyen közös van magában meg a feleségében? Egy. Mi? Egy nap volt az esküvünk. Más minden különbség. Ez előfordul. De pontosan ezek a különbségek borítanak ki, fordítanak ki, és derítenek fényt azokra a torzulásokra, ami a jellemünkben amúgy simán meghúzódott. Mert amíg te feltetted otthon a fülhallgatódat, és hallgattad a zenét, meg se parityáztad anyádat, apádat, azért nem jön ki, hogy milyen torzulás van. De amikor bekerül az ember a házasságba, az olyan, mint egy nagy malom, felborítja, és nézzétek meg, hogy ez a hölgy képes volt úgy kiborítani Sámsont, a felkent, hatalmas nagy embert, hogy hazafut az esküvőjéről. Ugyanakkor azt is látjuk, egy furcsa megnyilvánulása, és ugyanakkor ez egy nagyon árulkodó, és azt azért mondom mindenkinek, hogy erre nagyon figyelj oda, mert ez, ha nálad így van, akkor már egy árulkodó, hogy túlreagált a dolgokat. Mert mi is történt igazából? A felesége elárulta őt. Megkérdezte, vagy kimondott, játszottak. Hát egy hétig tartott az esküvő, valami el kellett ütni. Nálunk látjátok, egy pár óras, meg akkor is egy csomó hülyeséget összehordanak egy-egy esküvő, hogy na most egy hét alatt ő is összehordott valamit. A lényeg az, hogy a felesége elárult a titkot, erre felment a cukra, és hazament. Ezt hívjuk túlreagálásnak. Amikor egy ügyet, valaki, egy konfliktust túlreagál, az valamit mindig elárul. Az nem csupán arról szól, hogy azt a helyzetben, hanem a túlreagálás az már igazából egy komoly torzulásnak a árulkodó jele. És azért teszem fel neked a kérdést, hogy őszintén egy kicsit próbálj meg magadat elemezni, hogy amikor vitába kerülsz a házastársaddal, vagy a testvéreddel, vagy a rokonoddal, vagy a munkahelyeden, és most egy konkrét esetre gondolj el, hányast adnál a viselkedésedre magadnak? Hogy veszekedsz? Milyen jegyet adnál magadnak? Mert itt egy apróságról van szó. Hát egy találós kérdést mondod, azt rontották el. Erre mérgibe hazament, szétrúgta a házasságát, tönkrement, és mire visszajött már, elveszett a feleségét. Hát ha belegondolunk, hogy óriási túldimenzionálásról van szó, és legtöbbször ez a probléma, hogy egy ügyület nem jól reagálunk le. Ez árulkodik. Azt jelenti, hogy mögötte van valami. És ezt úgy hívják, hogy trauma. A túlreagálás az mindig valamit elárul, hogy van valami ott elásva még, amit igazából nem arra a kérdésre reagál az ember, ami pillanatnyilag van, hanem valami mélyebb ügyre, ami tudatalatt le volt folytva. És ez nagyon nehéz helyzetbe sodor bennünket néha. Úgy gondolom, hogy nincs ember itt a teremben, szerintem nincs a Földön most olyan ember, aki nem küzdene traumákkal. Mert mi nem olyanról beszélek, ami csak némely embereket, hanem ha megnézed, ahhoz képest, hogy Isten milyen életet szán neked, és te hol élsz, ha e között úgy gondolod, hogy van különbség, akkor legyél nyitott a korrekcióra. Ha van egy vitád valakivel, legtöbbször a vitát úgy tekintjük, hogy van egy vit, összekaptunk, jaj, de csoda, de kár. De nem is biztos, hogy olyan nagy baj. Az deríti ki, hogy normális vagy, vagy nem. Mert ha azon veszel össze, hogy a cipődet nem rakta jól mondjuk a társad, vagy nem ott volt, oké, az egy nagyon nagy ügy,
Még nem olyan épp olyan, mint a Junkersnél, mert egyik egyszerre, most legalábbis egy filmen azt mutatták, hogy egy fekete és egy barna cipőt húzott fel egy összevetelre most a napokban. Legalábbis az újság ezt írja. Homályos a felvétel, nem tudtam meg ellenőrizni. De még, ha egy cipő ügy van, az sem lehet olyan súlyos, hogy a házasságodat. Tényleg olyan ügyekről van szó, amiért megéri egy házasságot felbombázni? Hát kérdezzek tőletek már, sokszor megkérdeztem, mennyit ér egy jó házasság? Megér $1 milliárd? Ha ma azt mondaná neked valaki, hogy $1 milliárd kell, vagy elveszíted a házasságodat, cserélnél? Te, akinek jó házasságod van, te gazdag ember vagy. Akkor kérdem, hogy amikor egy ügy, valami nem jól sikerül, nem jól helyre tették ezt a hőmérőt. Oké, idegesít. Most ide teszem, hát hogyha valaki belerúg, mikor megy fel, az is jó lesz. Probléma, de nem akkora, hogy az ember kockáztassa az életét, a házasságát. A túlreagálások mindig hátul elrejtett traumákat rejtenek el. Olyant, ami valószínű, hogy mi se tudunk róla. És minden lebukás igazából az arra jó, hogy állj meg kell szabadulni, meg kell gyógyulni. A trauma, az abból nem lehet csak egy pillanat alatt megszabad. A trauma az nem bűn. A traumából gyógyulni kell. A trauma az egy nagy, mély sérelemnek a nyoma. Ha majd egy poharat hozná nekem, Ferenc, olyan műanyag poharat, kettőt megköszönöm, elfelejtettem szólni időben. És ezért nem mindegy, hogy hogyan kezeled. Tehát, hogyha érzelmi túlreagálással van gondod, és a traumának az érzelem túlreagálása egyértelmű jele, hogy traumáról van szó. Mert amikor megnyilvánul az ember, akkor nem az illető konfliktusra, hát igazából azért, mert nem jól fejtettek meg, vagy nem becsületesen fejtettek meg egy találós kérdést, azért szabad kockáztatni egy házasságot? De felteszek még egy kérdést. Azok a viták, ami az utóbbi 30 évben volt az életetekben, valamelyik megérte, hogy kockáztasz azért a házasságodat? Egy se. És mégis mindegyik majdnem kockáztatja, mert minden vita igazából kockáztatja. Miért van az? Azért, mert ha mély traumákat hordoz az ember gyerekkortól, vagy még előtte, csecsemőkortól, akkor amikor reagál bizonyos dolgokra, azok a fájdalmak előtörnek. És ez ilyenkor túlreagálással találkozunk, még erre vissza fogok térni egy kicsit. De sajnos, hogy az érzelmi frigiditás is ide tartozik. Van olyan ember, amiben nem a túlreagálással van gondja, hanem le van fagyva, nem tud örülni semmire. Biztosan találkoztatok a környezetetekben ilyen szemét, hogy kap ajándékot, látja, kéne örüljön, és szinte erőltetködnie kell, hogy kicsit vigyorogjon. Az ilyen embert nem haragudni kell, ezért ennek segíteni kell, ez is egy trauma. Miért? Mert visszaéltek valamikor az érzelmeivel, vagy állandóan arra kényszerítették, hogy visszafojtsák a benne levő érzelmeket, és egy idő után kialszik. És nagyon fontos, hogy ebből is az Úr meggyógyítsa. Menjünk tovább. Mi is akkor a trauma megjött, az a pohár? Nagyon messziről kellett hozni, valószínűleg most gyártották le, de örülünk sajnos. Kicsit gyorsabban, Ferenc barátom. Ajánlom még egy körre, többet fussál, utána a Samir, mert lassan futottál. Bemutatod nektek. A sérelem az, így mutatom, hogy jobban látszódjon. A sérelem az, ez a lelkünket képviseli, ami megsérti a lelkünket. A sérelem eltűnt, kibékültek, stb. Ez a poháron látszik valami? Alkalmas még ez a pohár, hogy betöltse a szerepét? Egyáltalán, bebizonyítom nektek. Pont olyan pohár, mint a másik. De azt mondom, hogy így áll belőle, rosszul jársz. És ez már a trauma. Az, ami maradt a sértés után. Na, a sértésnek vége? A kezemet elvettem belőle. De maradt egy törött pohár, és nem képes tartani. Nem képes a szerep, megváltoztatta. Ez a pohárnak a sorsa megváltozott?
más szerepe lesz, mint annak, amelyik nem ért, amelyiken nincs trauma. Sértés ezt is fogja érni, néznek. Ez is eltört, ez is eltört. Ezt nem akartam eltörni, nem így akartam, még van egy. Tehát, hogyha csak egy kisebb sértés van, és feldolgozza az ember, akkor be tudja tölteni. Ezért van, ettől a trauma pillanatától az emberi sors nem az eredeti pályán megy, hanem egy más pályára, mert nem alkalmas az eredetire. Isten, és amit éreztem, ahogy készültem a Szent Szellem által, a következőt mondom nektek, és hiszem, hogy a Szent Szellemtől mondom. Itt ültök olyanok, akiket Isten pásztoroknak hívott el, prédikátoroknak, evangélistáknak és nagy szellemi szolgálóknak. Azért nem tud Isten betölteni téged és használni, mert traumával küzdesz, és más pályán mész, mint a helyed. Nem képes többet ez a pohár, akármit csinálunk vele, mindaddig, míg ez a sérelem, mind a nyoma, tehát a sérelem nyoma az a trauma, fel nem dolgozott, ő már más pályán megy. És nem azért, mert valaki haragszik rá. Nem tudjuk mi a saját életünket, meg a sérelmeket megtervezni, meg kikerülni. Rengeteg sérelmet nem tudsz kikerülni. De viszont, hogyha traumát hordozol, nem tudod betölteni azt a szerepet, amit az Isten neked tervezett. Pedig neked mi tervezett az Úr? Jót! Mondjad el a szomszédodnak, Isten neked jót tervezett. Nagyon jót tervezett. Áldást tervezett. Jót tervezett, Ferenc, mondom neked, jót tervezett, mondom. Ne félj a medvégtől. És az a probléma, hogy a trauma beépül az ember lelkébe és a karakterébe. Ettől a pillanattól nem ugyanaz az ember már, mint előtte. Másképp fog reagálni a vízre, másképp reagál a hőre, mindenre másképpen reagál. Ugye régebben szokták az edényeket, különösen a cserépedényt megkopogtatod, és halszik. Teljesen más hangja van, ha van repedés rajta, és más, ha nincs. Persze van olyan szintű trauma, ami már az ember lelkét olyan szinten, hogy még a fizikai egészségét is veszélyezteti, például szorongások jelennek meg, olyan blokkáló félelmek, alaptalan félelmek. Na most, amikor már ide jut valaki, akkor totálisan más pálya. Például kellene neki döntést adni, hogy holnap van egy munkahely, ilyen és ilyen. Pont ekkor mi jön rá egy olyan szorongás, és nem megy el. Az alkalom elveszítette? Más pályát megy? Más pályát. Isten jót tartogat a számodra. Ő nagyon jól tudja, hogy mire tervezett. És tudod, az a helyzet, hogy Isten adott neked értelmet, intelligenciát. De ez nem, ha ehhez nem társul a lelkedben, egy egészséges lélek nem tudott befutni a pályát. És ez az oka, amiért nagyon sok ember lecsúszott pályán megy. Egy pót, vagy pedig még annál rosszabb pályán. Hogy mik az okai? Hát nagyon-nagyon sok oka van. Az egyik, ami nem is olyan rég, amire én a legjobban megdöbbentem, az, hogy a születés körületi idő is meghatároz egy embert. Tehát traumatizálódhat egy ember például, hogyha hosszan tartott a születése. Tehát nem volt elég könnyed a születése. Nem is olyan rég mondta valaki, hogy igen, volt az orvosnál, megállapították, hogy ez a baja. Mondom, jó, 35 évesen jól rájöttek erre. A kapcsolatrendszeredet például meghatározza, hogy szüleiddel milyen a kapcsolat, hogy az első évben milyen szoros volt a kapcsolatod édesanyáddal és édesapáddal. Most ki az, akit nem hagytak ott gyerekkorunkba? Legtöbbünket ott hagytak 6-7-esen, és kellett menni dolgozni, mert egy olyan gonosz rendszerben éltünk. Rengeteg gyerekkori oka van, általában 3 év alatt épül ki egy embernek a lelke.
Attól, amit három év alatt elrontottak, senki soha ember nem tudja többet helyrehozni, csak az élő Isten. Én ma azért prédikálok, mert hiszek az Isten csodájába. Hiszek abba, hogy ő a gyógyító Isten, és ő meg tudja gyógyítani, még akkor is, hogyha nagyon sok sérelem élt. De ha válás volt a szüleid életében, az akkora trauma, amit nem lehet feldolgozni. Ember nem képes feldolgozni. Minél kisebb volt annál, de ide tartozik például, hogyha elszakítottak az édesanyától egy éves korodig, ha ott hagyott bármikor a gyerek, halált olyan úgy szenved, mintha meghalna. Hasonlót él át, mintha a halált élne át. Nem lehet, ezért kérlek benneteket, ne, ha kisgyereketek van, ne az legyen az első, hogy ha ma menj vissza dolgozni, mert a főnök azt mondta, a főnök menjen, ahova akar, te a gyermekeddel vigyázzál, mert te nem tudod pótolni a te ölelésedet, ahhoz, hogy magadhoz szorítod, az soha senki semmi nem pótolja. És kiderül felnőtten, hogy nem tudja, nem bír magával, nem tud olyan lenni, amilyen szeretne. Az a megrázó dolgot fogom most nektek elmondani viszont, ami az egészben a legmegrázóbb, hogy örökölendőek. A trauma örökölendő. Ha megnézzük akár a Sámson életét is, kezdtem keresni, hogy Sámson mitől lehetett traumát? Hát angyal jelentette be, hogy születni fog, hát az elég úri dolga volt. Az édesapja is örült neki, az édesanyja is. Hát meglepődünk, ha a következőt találtam. Élt ebben az időben egy férfi, a Dán nemzetségéből való Manoak, akinek a felesége magtalan volt és nem szült. Na nézzük meg, annyit tudunk, hogy a Dán nemzetségéből van. Gyorsan megnézzük a Dán nemzetsége örökségét. Jákob így bocsátja útjára Dánt. Dán kígyó lesz az úton, szarvas kígyó az ösvényen, amely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik. Szabadításod a várok, Uram. Most gondold el, Jákob az élete utolsó napján van. Oda hívja 12 fiát. És megáldja őket. Mit mond ilyenkor az ember? A legjobbat, amit mondhat. És Dán, nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy mi történt, de most gondol bele, hogy a szerető édesapja azt mondja a fiára, hogy kígyó. És becézgetve azt mondja, hogy szarvas kígyó. Eltelik pár száz év, Sámson jellemében megjelenik ez a furcsaság. Nyilván nem tudjuk az előzményeket, de egy kísérletet végeztek egereken, hogy egy illatosítót betettek közéjük, elektromos árammal sokkolták őket. Egy idő után már nem sokkolták, hanem csak tették be az illatosítót, és mindegyik egér már reszketett, mintha rázták volna. Azután születtek kis egerek. Betették az illatosítót a kisegerekhez. Na, mit csináltak az egerek? Sokkolta őket. Ők nem találkoztak elektromos áramban. Mégis miért? Mert örökölték. Azután születtek még egyszer egy generáció. Az unokák betették újra azt az illatosítót. És az egerek, tudod, mit csináltak? Reszkedtek. Ez a mostani tudomány kutatása. Úgyhogy nem csupán fizikai, biológiai örökségünk van szüleinktől. Nem csupán értelmi örökséget kaptunk, hanem a DNS-ünkben hordozzuk azokat a traumákat, amiket ők is átéltek. És ne felejtsétek, olyan földön élünk, amit vér hintett a háborúk miatt. Itt szinte mindenütt volt háború, ahol lakunk. Szinte minden családból vannak háborús veszteségek. És erre még az ördög, hogy jobb legyen, megvert egy 40-50 éves kommunizmussal. Szinte mindennyiünk szüleinek, felmenőjének elrabolták a vagyonát. Annak örültünk, akit nem öltek meg. Ezeket mind átadták nekünk. És hogy kezdtem tanulmányozni, gyorsan magamra ismertem bizonyos dolgokban. Tényleg, mert hogyha az ember például, akik dolgoztatok árvaházba, tudjátok, a kisgyerekeket elhozták az áruházba. És amikor megterítették az asztalt, tudjátok, mit csináltak a gyerekek? Ellopták a kenyeret egy perc alatt az asztalról.
Hamar. Miért? Mert abban a traumában éltek, hogy elfogy a kenyér. Ott volt elég, nem fogyott el, de ő bennük volt. És ebből az Úr ad gyógyulást. Ezt nem azért mondom, hogy elkeseredj, ha magadra ismersz, és majd még sok mindent fogok mondani, amire lehet, hogy még jobban magadra fogsz ismerni, mert lehet, hogy nem szoktál túlreagálni dolgokat, apróságokért nem szoktál felkapni a vizet, vagy talán nem vagy érzelmileg lefagyott, de nézzük meg Sámson életét, még sok érdekes dolgot fogunk találni bennem. De egy biztos, hogyha például valaki elveszítette házát, autóját, vagy meghalt rokona, ez olyan mély sebet hagy. Nézzetek meg Jézust. Amikor meghal Lázár, meglátogatja Máriát és Mártát. És rögtön Márta mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mi volt ez? A trauma megnyilvánult. Mondták, Jézus, nem jöttél el. Miért nem jöttél el? Hadd mondjak itt még valamit. A traumatizált embernek mindig vannak kérdései. Miért? És általában olyan kérdés, amit nem tudsz megválaszolni, mert ha 10-szer válaszolsz, mondja 11-et. És Jézus nem válaszolt a kérdésre. Elmegy, utána hivatja Máriát, Mária is odajön, és az első kérdése Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. És mit mond Jézus? Semmit. Hagyta, hogy mondja ki magát. Azt mondta, Mária, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Tehát az Úr együtt érez velünk. Ő nagyon jól tudja, hogy mind mentél át gyerekkorodban, és hála Istennek, hogy hozott gyógyszert a mennyből. Ezért kérlek, kedves szülők, nagyon vigyázzatok, mert egy szülői veszekedés a gyermeket traumatizálja. Kivel tartson? Mikor hallja, hogy hangos beszédeket. És néha lehet látni a Facebookon is keresztények, az elmúlt héten rajtam is vitatkoztak, gondolom némelyek látták, a feleségem jól nevetett, én is. Nem is tudtam, hogy a libamáját szerettem eddig. Bondor úr hívott meg egyszer libamájára, akkor se tudtuk kifizetni, annyian, olyan sokba került, arra emlékszem, és soha nem, akkor az egyszerettem talán libamájat. De most már vissza is írtam a kedves vádolómnak, hogy annyira, mert egész polémia kialakult rólam, hogy most már tényleg meggondolom, hogy megkóstolom. Már nagyon rég nem ettem. Talán 20 éve, vagy 25 éve. Nem ez a probléma, drága barátaim, hogy vannak ilyen, hanem az a vehemencia, ami ilyenkor felszabadul. Mi ez? A bolondok házában élünk? Igen, egy őrült világban élünk. Amikor, ha más a véleményed, egy olyan robbanást látsz, egy olyan kitörés, ami nem normális. Most mi van, hogy ha szereted a libamáját? Én például nem is tudom, szeretem, megmondom őszintén. Hát biztos egészséges, akkor egyél. Jó sokat belőle, de... Abár tudod, mit ígértem? Azt ígértem, hogyha megírja a címét az illető, veszek neki egy kilót. És elküldöm, úgyhogy kell vigyázni, figyelem az internetet, ha küldje a címét, fogom küldeni. Most is valószínű hallgat. Mert szokott az illető figyeli az Isten tiszteletemet, úgyhogy még egyszer megerősítem az ígéretemet, ha elküldöd a címedet, de akkor korrekt legyen, nehogy engem a szomszédba küldjed, akkor küldök egy kiló libamáját. Lehet kapni most is libamáját? Akkor nem. Lehet? Tényleg? Hanem magyarul hozassa nekem. Légy szíves. Megígértem, meg kell tegyem. Tehát egy déd nagyapa, egy ők nagyapa, hogy azt mondta, a nagypapa azt mondta neki, Jákob, hogy kígyó, nézd meg a Dán nemzetsége, szenved. De van még egy másik, a Bibliában egy példa. Azt mondja Jákob, mikor kérde a faró, hogy hány éves vagy, azt mondja, hogy az életem rövid volt, és nyomorúságos. Ki mondja ezt? Egy olyan személy, akinek a harmadik a pátriárkák közül, és maga az Isten felveszi a nevét. Minden áldásnak ő volt a hordozója. És mégis azt mondja, hogy ő nem azt az életet élt, ami egy nyomorúságos élete volt.
Persze ennek megvannak a maga okai, de van egy pszichikai oka is, egy lelki oka is. Hatalmas traumák voltak az életében. Meghalt a felesége szülés közben. Azután pedig, ott a szülés körül is érdekes volt amúgy, azután pedig a szeretett fiát elveszíti, azt hitte, hogy meghalt. 17 évig nem látta a fiát. Traumák. Drága barátaim, vagy meggyógyulunk a traumákból, vagy nem tudjuk befutni az Isten által kijelölt pályát. Akarsz boldog férfi lenni, boldog feleség, boldog ember, ahhoz egészséges kell legyél. Az Úr a gyógyítónk. Azt mondja, így mutatkozik be Isten. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. A te gyógyítód. Mondjad a szomszédodnak, az Úr a te Istened, a te gyógyítód. A te gyógyítód. Ő nem csak a testedet gyógyítja meg, a lelkünket is meggyógyította. 100%-osan. Nagyon nagy nyomást tud, nagy traumát tud okozni, ha a szülő például nem volt korrekt, meghasonlást, egyet beszélt, más csinált. De nem akarok nagyon az okokra, hanem inkább gyorsan hadd menjünk a gyógyulásra, de azelőtt még hadd mutassak nektek valamit. A trauma az ember lelkét három részbe töri össze. Tehát összetörik az ember lelke, amikor nagy trauma éri. Három részben. Nézem a poharaimat, mert jó lett volna, ha megszíneztem volna, így nem tudom, de kitalálom. Egyik van egyszer, az egyik lelk, az embernek az egyik része a sérült. Van egy másik, amit úgy nevezünk, hogy túlélő, és van a harmadik, az egészséges. És a lelke az embernek már nem egy, hanem három részből áll. Amikor a legkisebb sérelem, vagy legkisebb nézetkülönbség adódik, általában megszólal az emberbe a sérült. Nem arra az illető konfliktusra válaszol, vagy kérdésre, ami érte őt, hanem a benne levő sérelem beszél. Szokták mondani, aki sokat iszik, hogy hagyj békét, mert a bor beszél belőle. Nem a bor beszél, a sérelem beszél az emberből. Van a másik fajta, a másik megnyilvánulása a sérült embernek, a túlélő. A túlélő az, amikor általában nagyot mond. Mondja, ő már meg van gyógyulva, ő már nem érdekli. Ez az, aki mindig magára akarja hívni a figyelmet. Sajnos sokszor ezek nagyot hazudnak. Mindig nagyot mond. Ezt tudod mi? A védekezés mechanizmusa. Ő mindent megtesz, hogy az életben soha még egyszer ne érje az a trauma, ami őtben tudat alatt van. És ezért megmutatja, hogy ő nagyon ügyes, ő mindig tud viccet mondani, ő nagyon poénos, és bent ott van egy összetört élek. De hála Istennek, hogy maradt mindenkinek a lelki, úgy van Istentől kitalálva, hogy van egy egészséges részed. És ettől kezdve te döntöd el minden esetben, hogy melyikre hallgatsz. Melyiket erősíted, a sérültet, a túlélőt, vagy az egészségest? Saul reakciója, igazából Saul egy másik bibliai személy, aki újra nagyon nagy traumatizált ember volt, mondja helyen az ige, hogy Dávid rátalál a barlangba, és elengedi, nem öli meg. És akkor mit csinál Saul? Neki fog sírni, és mondja, fiam Dávid, te vagy fiam Dávid, én vagyok. Egész úton azért szaladott, hogy ölje meg Dávidot. Egyik pillanatról a másikra átvált, és azt mondja neki, hogy fiam Dávid. A sérült ember képes egyik pillanatról a másikra átmenet nélkül, teljesen megrázó módon, a legbékésebb pillanatból a legfurcsább módon megnyilvánulni. Miért? Mert sérült. Bent a lélek traumatizált. És ilyen volt például Saul is.
Voltak neki is jó, például amikor a barlangban volt, akkor az egészséges rájött arra, hogy ez az ember, ez mégse az, akit. Hát megölhettél volna, és nem öltél meg. Elszégyelte magát, neki fogott sírni. És pontosan emiatt van, hogy a sérült, a traumatizált ember önmagában rengeteg feszültséggel küzd. Nagyon sok közülük nehezen alszik. Mert ez a három feszültségben van egymással. Mert ő is szégyeli, hogy hogy viselkedett a tegnapok. Megszólal a lelkiismeret, hogy ez milyen volt. De holnap megint megismétli. Ha olyan emberrel találkozik, akkor elkezd védekezni. Jól vagyok, mit érdekel? A 3 méteres környezetben mindenkit eltaszít magától. Nem lehet megközelíteni. Ez védekezés, emberek. Meg kell gyógyulni ebből. Teljesen. Jézus sebeibe meggyógyultunk. 100%-os gyógyulás van Jézus sebeibe. Nem, remélem nem keseredtettelek el. De a belső feszültségeket nem egymáson kell levezetni, hanem meg kell gyógyulni belőle. Sajnos rendkívül hajlamos a sérült, a traumatizált ember képzeleteket és a valóságot összezavarni. Nézzétek meg Sault. Egy adott esetben azt mondja, minnyien összeesküdtetek ellenem, és senki sincs, aki tudósítana engem, hogy a fiam szövetséget kötött Isai fiával. Senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felette, megmondaná nekem, hogy fiam fellázította a szolgálatmat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Elképzelte, elhitte, és meggyőződött róla. És még ki is mondta. Amilyen képzelő képessége van egy traumatizált embernek, olyan író nincs a világon, és olyan költő. Habár mondjuk közöttük is sokan sérült. Ez az igazság. De van olyan megnyilvánulás is a traumának, például az infantilis megnyilvánulás, tehát hogy kicsit gyerekesen vagy visszamaradottan viselkedik valaki, ez azért van, mert ha megsérül, traumatizálódik a lélek, a növekedést állítja, mert nem tud fejlődni a lelke a sérelem miatt. És ez sajnos éveken át visszadobja évekkel, akár 10-20 évvel is. És a körülötték levők adott esetben nagyon megdöbbennek, hogy hát amúgy egy intelligens ember, de adott esetben nagyon furcsán. De ami még fájdalmasabb, hogy a megbocsátásra való képtelenség szinte hiányzik belőle. Képesség. Ugye sokszor szoktuk mondani, hogy bocsáss meg, bocsáss meg. Ha valakinek a lelke össze van törve, azt te nem tudod meggyőzni, hogy bocsásson meg. Nem arról van szó, hogy nem akar megbocsátani, hanem arról van szó, hogy az ő lelkében a képesség nem működik jól, és neki a traumát átélt embernek mindig kell megbocsátani, neki mindig van ki megbocsátani. Ha nincs a házba, keres a szomszédba, ha nincs a szomszéd, a városba biztos, ha nem, akkor legalább az államelnökre, de valakire mindig kell haragudjon. Miért? Mert mindegy nagy gyűjtőgát úgy összegyűjt mindent a lelke, és nehezen tudja elengedni, nem tud felejteni. Az is egy nagy ajándék, ha el tudod felejteni valakinek, el tudod engedni. Egy másik látjuk ezt most Sámsonnál, nézzétek meg, az általánosítás. Az is a traumának a jele. Mondja Sámson, teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok neki. És elment, és a filiszteusok gabonájába felgyűjtött a gabonamáglyákat. Tehát, egy hölgy tévedett ellenem, mert a találós kérdését elárulta, a választ elárulta a komájnak, igaz? Erre Sámson megharagszik az összes filiszteusra, és bosszút áll mindenkin. Mindenkit értek sérelmek, de nem jelenti, hogy általánosíthatsz ezért. Ezért innen indul ki az antiszemitizmus, ez a háttere a nemzeti diszkriminációnak, és sőt, nagyon sokszor ezek a nagy általánosítások ide vezethetőek vissza. Hát igazából a zsidó gyűlölet is ide vezethető vissza. Engem is átvertek a zsidók.
Ezt komolyan mondom. Én üzleteltem egy zsidó családdal, úgy átvertek, mint annak a rendje. De attól kezdve nem gyűlöltem meg a zsidókat, hanem most is szeretem őket. Tehát nem azért, mert megsértett téged egy róma ember, te nem cigányozhatsz. Nem minden ember olyan. Minden emberben vannak jók, és vannak nem jók is. Az általánosítás mögött általában egy trauma van. Magadat nyilvánítod ki, amikor ilyeneket mondasz. Utána mit látunk Sámsonnal, hogy elment, és nem bírt a nőkkel. Hány nő volt a környéken, azt mindig megbolondítottam. Miért? Elkezdett önjutalmazásban. A trauma egyik megnyilvánulás az önjutalmazás. Hát nekem jár legalább ennyi az életben, micsoda nagy. Nem kell megjutalmaz magad, jár egyenesen az Úrban. És ezért van, hogy nagyon sok traumatizált ember szenvedélybeteg. Alkoholfüggő, drogfüggő, szexfüggő, pornográfia függő, vagy bármilyen más, cigaretta is nagyon sokszor. Így imádkozunk embereket, cigarettáját, nem tudom, ha mégis te is itt vagy, és közben cigizzel. Lehet, hogy neked a problémád nem a cigi, hanem a trauma. Csak mikor már kitörne belőled, ha ma beszívsz valamit, hogy nehogy kifújjad. Pedig jobb, ha kifújod azt. De sok embert beszéltem, valami, mondja, megnyugszik. Hát lehet annyira, csak nem füstölöd be magad, hogy megnyugodjál. Nem, ez egy trauma. Valamikor valami, hogy ő el volt nyomva, hogy ő pont olyan, mint más, legalább olyan, mint más. Nem olyan vagy, mint más, külön vagy, mint más. Mert senki a világon nincs olyan, mint te. A 7 milliárd emberből egyedülálló és nagy kincs vagy. De talán még komolyabb területre érkeztünk, remélem, hogy sok negatív nem nyom meg benneteket, de elgondolkoztat. Amit látunk Sámsonnál az, hogy egy nagyon rossz kapcsolatrendszere volt. És a meglévő kapcsolatait se tudta megtartani. Mert a traumatizált ember borzasztó előítélete van. Bizalmatlan is. A legjobb kapcsolatot is meg lehet ölni bizalmatlansággal. Nem tud egy ember, nem lehet egy embernek a bizalmatlanságát kipótolni, mert nem tudsz annyit magyarázni, hogy meggyőzd. Abból meg kell gyógyulni. És nem tudta megtartani, az első feleségét is elvesztette, utána elment egy másik nőhöz, ott majdnem megölték Gázába, a kapukat vitt el, akkor utána elfutott hamar Delirához. Nézzétek meg, szinte vonzotta, ahány szerencsétlen kapcsolat volt, az mindegyik összejött. És mindegyiknek jellemző volt valami, gyötörték. Mind a három kapcsolatban. Először is mondja, hogy egész végig sírt és gyötörte. Deliráról is azt olvassuk, hogy gyötörte. A másik pedig a kapukat el kellett vigye, hogy szabaduljon meg. Az is gyötrelem. A traumatizált ember vonzza az öt gyötrő embereket. Ha pedig mégis van, kap egy jobbat, az van, amikor arra meg úgy rá csatlakozik, mint a polip. És akkor meg egészségtelen kapcsolatok alakulnak ki. A te gyógyítód, Jézus Krisztus. A te megmentőd, Jézus Krisztus. Ne emberektől, mert senki más próbált magad meggyógyítgatni, ne a kapcsolatotok, ne tedd függővé magadat a kapcsolatrendszert. Egyet imádkozom, mert érzem, hogy már valakinek sok volt az Úr Jézus nevében, megkötözök minden kritikát. Trauma szelleme, hagyd el azt a gyülekezet minden egyes tagját, mert Jézus Krisztus meggyógyított bennünket ebből is, és meghalt ezért is Jézus nevében. Ami még egy, mondom, egy kicsit negatív, de aztán most már csak befejezem mindjárt. Nem bírja megtartani a traumatizált ember a kenetet. Ahogy a pohárban láttátok, hogy nem bírja a poharon megtartani, a törött pohár nem bírja megtartani a vizet. Ugyanígy az ember, akinek a lelke megvan, ebben trauma van, nem bírja az isteni áldásokat, kenetet, valóságát megtartani. Mindig veszíti el. Összejötelen nagyon csodálatosan megérint a Szent Szellem, haza se ér, fúj a szél. Kifújja belőle. És akkor az élete olyan, mint a hullámvasít. Egyszer lent, egyszer fent, egyszer lent, egyszer fent. És szeretném elmondani, nem ez a sikernek az a titka, hogy mindig maradj a kősziklán.
Tudjátok, ha megy, most figyeljetek rám, lépek meg. Egyet, kettőt. Egyet, kettőt. És egész nap csinálom ezt a menetet. Az körülbelül megcsinálnék 10 000 lépést. Mennyit haladnék előre? 1 métert. Így is lehet menni, és nagyon sok keresztény ezt csinálja. Megyünk az Úr útján, lükvezbe. Megyünk az Úr, hát figyelj ide, a kereszténység nem ebből áll, hogy szombaton előre szeded le az eget, és hétfőn a pokolt. Nem. Járhatsz az Úrban, boldogan. Nem csárdás kell járni az Úrban, hanem erőről erőre, győzelemről győzelemre. Saul is egy traumatizált ember, mit olvasunk róla? Elveszítette a kenetet. Pedig csodálatos isteni erő volt rajta is. Na de ha eddig már kibírtátok, gratulálok. És most én röviden most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudsz meggyógyulni a traumából. Ezek után van itt olyan személy, aki magadra ismertél? Nem szégyen. Elmondok neked egy nagy titkot. A gyógyulás azzal kezdődik, hogy felismered. Nem kell szégyelni, mert először is nem szégyen. De itt mielőtt a gyógyulásra kitérek, itt szeretnék egy kis zárójelet nyitni. Teljesen más folyamat egy traumából való meggyógyulás, mint a démonoktól való szabadulás. Mi abban hittünk és hiszünk, hogy a gonosz szellemek kimennek az emberből és megváltozik. De a trauma, ez egy olyan törés az ember lelkében, egy olyan deformáció, aminek gyógyulásra és időre van szükség, hogy meggyógyuljon. Jézus a nagy samaritánus. A bajba jutott embert, a rablók kezébe esett embert példázza az ige. Megkeni olajjal, igaz? A sebeit bekötözi, igaz? És utána mit csinál? Elviszi a vendégfogadóházhoz, miért? Hogy ott meggyógyuljon. A gyülekezetnek az a fantasztikus nagy ajándéka, hogy itt az Úr ereje által meggyógyít az Úr téged az összes traumából, ami eddig ért. Sőt, fogok imádkozni még ma, hogy Istennek hatalmas ereje, hogy beszélek is, gyógyító erejét tapasztald meg, és szakítsa le rólad a traumának minden egyes nyomát, minden egyes jellemét, minden egyes jellegzetességét, és gyógyítsa be, mert ő az, aki be tudja gyógyítani. Őt ezért megspeszítették, a dárdát az oldalába döfték, azért, hogy mi egészségesek legyünk. És meg kell különböztetni a gyógyulás folyamatát a szabadulás pillanatától. Nem lehet, nem ugyanaz. Vannak dolgok, amitől így megszabadulsz, és van, aminek folyamat kell. És a türelmetlenség még nagyobb bajt csinál, mert kudarcérzés van. Ha én már 5 éve jár a gyűlébe, és még mindig küzdesz velem. Ha 50 évi alatt gyógyulsz meg, az teljesen oké. Hát nehogy azt képzeljétek, hogy a mély jelenbeli töréseknek idő kell. Van akinél 5 hónap, van akinek 5 év, és van akinek 50 év. És van, aki soha életben nem gyógyul meg belőle. Állítom nektek, hogy ma egy olyan társadalomban élünk, hogy szinte naponta kap az ember sérelmeket, nagyon mélyeket, szinte traumatizálják. És ha nem tanuljuk meg ezt folyamatosan feldolgozni, nem tanulunk meggyógyulni, nem találjuk a gyógyulást, akkor nem tud az ember élni. Először még azt szeretném még mondani, hogy az idő nem gyógyítja meg. Az idő nem gyógyítja meg a traumát, az idő elfeledteti. És elfelejti az ember. Tudod meddig? Míg egy adott kis konfliktus vagy nézetkülönbség adódik, ami hasonlít arra, ami ezelőtt 20-30-50 évvel volt. Abban a pillanatban kitör, mint az orkán. Mi van ez az emberre? Hát mit mondtam rosszul? Nem kell semmit, csak elértél egy érzékeny pontot. Ne az időre bízd a gyógyulást, hanem Jézus, gyere Jézus Krisztushoz, a gyógyítóthoz. Tehát a traumából gyógyulni kell. Az első dolog, amit mondtam, a gyógyulásnak az a felismerése és a beazonosítása. Ez kell egy alázat, hogy az ember felismerje azt, hogy nekem
isteni gyógyulása van szükségem. Ha elmész Londonba, így megállsz az útszélen, így. Vagy a repülőtéren, vagy bárhol. Így ki tudod szúrni. Kelet-európai, nyugat-európai, kelet-európai, afrikai, kelet-európai, kelet-európai, afrikai, kelet-európai, ez amerikai. A testtartása, a beszéde, a viselkedése. Ezelőtt 30 évvel valami hollandok meglátogattak. Mikor beléptek a tömbházba nálunk, én akkor a harmadik emeleten laktam, olyan hangosan nevettek, hogy én fent hallottam, tudtam, megjöttek a vendégeim. Ők nem tudták, hogy nem szabad nevetni. Ők nem tudták, hogy ez a csendóra, ez a csend hülyeség, ami nálunk volt, mindenki mindenkitől félt, rögtön a szekus nézte az ablakból őket. Nem tudták, hogy kell félni. Ki bejöttek, kacaráztak. Néztük, én életem ilyen embereket nem láttam addig. Hát emberek, mi a félelem terrorába éltünk. A másik korszakban, és lehet, hogy még most is tudod, kik vitték jól? A besugók és az árulók. És most is teli van. Most igazából ennek isszuk a levét. Imádkozni kell Romániáért. Á, sajnálatom, miért ország. Ezt... Hallottátok? Ezt komolyan mondom. Két éve tart, van ez a ciklus. Két éve, nem tudom, hogy hány nap volt az, amikor nem veszekedett az államfő miniszterelnökkel. Hát ne haragudjatok meg, de hát ez a... Mikor külföldiekkel beszélek, mondják, hogy te, katasztrofa, mi van nálatok. Mondom, az igaz. De ezért tudod, mi a baj? Szenved a nép. Ahelyett, hogy autópályákat építsenek, ott ahelyett, hogy előre menjenek a dolgok, a csomó hülyeségre megy az energia, szenved az ember. Imádkozni kell testvérek az országért. Igazából ez ünnepének, ha ez így néz ki, egy ünnepi év, amilyen ez volt. Ha képzeljétek, akkor milyen, amikor nem ünnepelnek. Hát igen, ez a probléma. És keresztények, azt mondja az ige, hogy könyörögjünk, tartassanak könyörgések a fejevvalókért. Ne átkozzátok. Ez a kommunizmus gyümölcse. Egyik nagy részét a parlamentnek egyenesen kellene vinni a pszichológusokhoz. Onnan ki se kéne engedni 5 évig. Ott kéne töltség, meg kéne gyógyuljanak. És azt gondolom, hogy mindenkinek nem ártana, hogy az Úr gyógyító erre átjárja. Mert annyi minden érte az embert, annyi megaláztatás, amiből csak az Úr tud meggyógyítani. Neked mondta a tanárnő, ha jól emlékszem, ugye? A román tanár mit mondott neked? Soha nem lesz belőle semmi, mi? Nem, ez semmi. Mikor nem vittél a diplomádról egy képet? Megkerested? Jól tetted. Miután lediplomáztál, ebben mutattad neki, hogy jogász vagy? Mit mondott a tanárod? Szó nélkül. De nem tudja, hogy mekkora sérelmet okozott akkor gyermeknek. Tanárurak, professzorok, tanítók, szülők, nagyon vigyázzunk, mit mondunk a gyerekekre ki. Lehet traumatizálni, és nem az a cél, hogy minél traumatizáltabb legyen. Első az osztályban, igaz, hogy idegbeteg, de nem számít, hogy is első. De arra vigyázz, hogy a gyermeked a legboldogabb gyerek legyen. Nem a, legyen jó tanuló, de legyen boldog. Képzeld, hogyha a harmadik lesz, attól még, de boldog lesz, sokkal többre mész, mint hogyha traumatizált. Meglátja a tanulat, jaj, mint Dave Fábiánét, mikor megláttam. Emlékszel Fábiára? Tanított téged? 14 ezerben kellett tanítsan. Te művészetében jártál, bocsánat. Pedig már szerintem már rég a túlvilágon van az öreg. Most is emlékszem, pedig 5-es voltam. Elkiabálta magát, reszkedtünk. És azt gondolták, hogy ez a tanítás. És az, nem, ez idegbaj. Ő sem volt normális, és akkor bennünket is nyomorított. És belőlünk is csinált egy csomó traumát. Ne hülyéskedjetek. Itt olyan lelkesednek, hogy micsoda nagy a tanügyünk, mennyi
géniusz van, robot géniuszunk, matek géniusz, mindenki nálunk. Még Iliana volt nálunk ilyen nagy. Csak egy baj van, én nem értem, hogy hogy nem az Oxfordból, hogy nem ide szöknek az emberek. Miért mégis Angliába szöknek? Ahhoz, hogy be tud tölteni az életed pályát, fontos, hogy boldog ember legyél. Vidám ember legyél. Könnyeden tudja venni a dolgokat. És ha akármilyen sértések is érnek, meg kell tanulni azokat feldolgozni. Minél gyorsabban, annál jobb. Úgy fogalmaz a szakirodalom, hogy a trauma olyan, mint a cement. Ha gyorsan kimosod, megszabadulsz. Ha már pár napot áll, vagy pár évet, bebetonozza az ember lelkében magát. Akkor már csak a Szentlélek operációjával lehet kiszedni. De ki lehet szedni? Szeretnék egy ígét olvasni azoknak, akik úgy gondoljátok, hogy aktuális. Egy nagyon érdekes ígét fogok olvasni, az 1 Péter 1.18-ból. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Egy jó hírem van, hogy a Jézus Krisztus áldozata, megváltói műve az örökölt traumákra is érvényes. És megnéztem a görögben az eredetit, nézzétek meg, két szót kicserélsz, és teljesen más értelme van ennek a versnek, pedig az eredetében ez is benne van. Csak ugye magyarul nem lehet mindent visszaadni. És most el fogom még egyszer olvasni egy más értelmezést. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, sértő, bántó viselkedésetektől. Miért van annyi sértés? Hogy van az, hogy annyi sértés hangzik? Azért, mert egyik trauma okoz egy másik embernek másik traumát. A traumatizált ember traumatizál egy másik embert. És ez az ördögi lánc Ádámtól most a nyakunkon van. Mindenki mindenki traumatizál. A tanár a diák a tanárt. És most a diákok traumatizálják a tanárokat. Mert az is katasztrófa, ami ott van most végbe. De a Jézus Krisztus megváltása érvényes az örökölt traumáktól is. Nem kell tovább vigyük apánk és anyánk traumáját, szorongásait. Most is emlékszem, hogy apám mesélte, hogy apámat rendszeresen elvitt a titkosszolgálat. Körülbelül minden héten egyszer. Olyan 3-4 órát vitte. Minden csütörtökön este vitte őt. Sokáig nem értettem a viselkedését. Mondtam is, hogy nem lázadtatok fel. Valamit csináljátok. Aztán, amikor elmesélte, hogy körülbelül hogy éltek, most kezdem megérteni utólag. És még akkor nem is olyan rég egy kommunista barátom még szídott minket, hogy én az állammal együttműködök meg minden. Nem akartam mondani, amikor a pártkönyved volt, én a rendőrséget jártam. De akkor is szolgáltuk az Urat, és most is szolgáljuk az Urat. De nyilván, hogy ennek van egy hozadéka. És én apámmal figyeltem, például apámmal ezt figyeltem, hogy félt már egy idő után. Mi fiatalok az öcsémmel szerettünk viccelődni. Halkabban, ne mondjátok halkabban, hogy elvigyenek. Attól félt, hogy minket is elvisznek. Hála Istennek megúsztuk, és ma itt vagyunk. Szekusok figyelnek most is, de legalább most filmen néznek. Ez már nagy segítség nekik. De lehet, hogy ide küldnek vele egyet-kettőt. De ha itt vagy, érezd jól magad. Ne zavart az magad. Engem egyáltalán nem zavarsz. Meg vagyok szokva vele. Sőt, üzenem, hogy Jézus érted is meghalt, meg kell térni, mert nem a pokolba jutsz. Kár lenne, érted. De ettől is meg vagyunk váltva. Dicsőség az Úrnak. És mondjuk még valamit. Ez az Ézsaiás könyvében van leírva, 53.4, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, tehát Jézus elhordozta azokat a fájdalmakat, ami bennünket ért, a lelkünket is érte, el van hordozva. Nem neked kell, és nem nekem kell hordozni. Mondjad a szomszédodnak, Jézus elhordozta a te fájdalmaidat is. Jézus elhordozta a te fájdalmaidat is. Nem neked kell hordozni ezeket. Bármilyen nagy sérelmek, bármilyen nagy traumák is értek.
ezt Jézus már elhordozta. Dicsőség az Úrnak! Egy rendkívül fontos részt most szeretnék még kiemelni, mert a gyógyulásnál, tudjátok, azért elmész az orvoshoz, azért fontos, hogy valamennyire igazat mondjál. Szóval ez nem úgy megy, hogy mész a dokihoz, mondod, hogy mi fáj. Hát valami fáj. És nekünk is van teendőnk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Tehát az emberi aktív hozzájárulás is kell. És például itt az ige mondja, Jakab apostol 5.16, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Rendkívül fontos része a gyógyulásnak, hogy keresd egy olyan szolgálótestvért, keresd egy olyan szemét, akiben tiszta szívvel meg tudsz bízni, és mondd ki a dolgokat pontosan. Addig mondd, amíg van. Nem lehet úgy megszabadulni, hogy én nem mondom ki senkinek, mert ez egy mókuskerék. Ha megtraumatizált egy ember, nem tud bízni senkiben. Nehezen tud megnyílni, de mert nem tud megnyílni, nem tud meggyógyulni. És akkor mert nem nyílik meg, nem gyógyul meg. De ezért én azt mondom, fordítva csináld, lépjél ki a mókuskeréből, és keresd valakit, és pakolj ki. Mi az, ami ott bent a legjobban nyomja a lelkedet? Mondja, hogy igen, valljátok meg egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Dicsőség az Úrnak, meg lehet gyógyulni. És nagyon nagy szerepe van a bűnmegvallásnak. Nem azért bocsát meg az Úr, mert megvallod, azért bocsát meg, mert ő jó. De nekünk van szükségünk, hogy kimondjuk, ami fáj. Mert az emberben ott van, addig nem tud meggyógyulni. Dávid azt mondja, míg elhallgatám, megavultak a csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Az eltitkolt dolgok, ott nyomják az embert, még a csontjai is fájnak. De megvallja az ember, kimondja, meggyógyul, megszabadul és felszabadul. És talán még egy dolgot, és köröm közben a dicséretet, hogy fáradjon fel, de még imégyet, imádkozunk előtte. Hogy tápláld az egészséges részt. Amint mondtam, az ember, aki trauma ért, aki traumába került, annak van három része a lelkének. És minden egyes nap valamelyiket ezek közül táplálod. Mikor mondod, igazam, ha megsértettek, akkor igazából a sérültet támogatod. És a sérült, tudod, mi lesz? Még sérültebb. És nézd meg, hogy hány ember haragszik most mindenkire, a kormányra, a miniszterelnökre. Azt gondolod, hogy több pénzed lenne, ha máshol a miniszterelnök? Hát nem az senki helyett, az Úrtól várd a szabadítást, nem az emberektől. Vagy táplálja a védekezőt, hogy mutatja jól imidzsen, ne lássa senki, hogy ki vagyok. De táplálhatod az új emberedet. Azt mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igével élsz. Erősítsd az új emberedet. Erősítsd az új Krisztusban. Növeljed a hitedet. És meg fogod tapasztalni, hogy egy nap eltűnik, és újra egy lesz, és használható. Kérlek, álljatok fel, és imádkozunk. Érintett benneteket? De hiszünk azt, hogy az Úr a gyógyítónk. Nem tudtam egészen elmondani, hogy szerettem volna, de talán valamit megértettetek. Valamit értettetek belőle? Mennyi atyám! Mondjátok velem együtt. Mennyi atyám! Köszönöm neked, hogy elküldted Jézus Krisztust. Hogy megbocsássa minden bűnömet. Meggyógyítsa minden betegségemet. Én most elfogadom, hogy Jézus Krisztus, te az én gyógyítóm vagy. Elfogadom azt, hogy fájdalmak férfia lettél helyettem. Én nem leszek többet a fájdalmak férfia. Átadom neked teljes szívemből, és megbocsátok minden embernek,
elengedem azoknak az embereknek, akik nagyon megsértettek, megbántottak, traumát okoztak. Én most elengedem, és kérlek téged, Jézus vére, most meg engem, tisztíts meg engem, változtass meg engem, gyógyíts meg engem. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgád. Én pedig ígérem neked, hogy a te ígéddel fogok táplálkozni. Nem a sérelmeket szívom meg, nem a védekezést fogom fokozni, hanem megadom magam előtted. Istenem, Uram és Istenem, gyógyítom és szabadítom. Te, aki a Golgotai kereszten felvitted minden fájdalmamat, minden betegségemet, elfogadom, hogy az én traumámat is elvitted a keresztre. Én pedig a te sebédbe meggyógyultam. Nem vagyok hajlandó sérelmekkel élni. Uram, köszönöm neked, hogy számomra egy nagyszerű életet terveztél. Egy nagyszerű terved van velem. Köszönöm, hogy megteremtettél. Köszönöm, hogy élek a földön. Van terved velem. Azt az életet akarom élni, amire te teremtettél. Nem vagyok hajlandó más pályákon járni. Ezért kérlek téged, gyógyítsd meg az én lelkemet a sok sérelemtől, engemért fájdalmaktól, igazságtalanságoktól, elnyomásoktól, csalódásoktól. Gyógyíts meg, Uram, az én lelkemet, és egészséges leszek. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat.